A belvárosi vendéglátóhelyeken délelőtt ugyan nincs telt ház, de már ilyenkor is érezhető a királyi napok okozta forgalom növekedés. A tulajdonosok úgy gondolják, hogy több ilyen rendezvény kellene a városnak. A mi forgalmunkra nagyon jó hatással volt, elég jó helyen is vagyunk a rendezvényhez képest. Nagyon-nagyon sok embert vonz ez a rendezvény minden évben. Örülnénk, ha esetleg több ilyen rendezvény lenne a városban. A változékony időjárás nagy mértékben nem befolyásolta a forgalmat, mondják a vendéglátóhelyek vezetői, akik ha bevételre nem is, azért panaszkodtak. A belvárosi lakókkal egyeztetve a terasz nyitvatartásokat egy kicsit kitoltnánk tolni, mert nagyon sok probléma van abból, hogy éjfélkor be kell zárnunk. Én megértem a lakókat is természetesen, hogy ugye aludni szeretne vagy valami, de én úgy gondolom, hogy ezt a 2-3 hónapot lehetne tolerálni. Ez a kávézó például csak egy éve nyitott meg, ennek ellenére meg van elégedve az eddigi szezonnal. Az idő mondjuk nem volt annyira jó, de lehet, hogy ez egy kicsit jobbat tett a városnak, mert sokkal több ember maradt itt, nem utazott külföldre, vagy Balatonra, vagy Velencére. A királyi napok mindenféleképpen megnövelte a forgalmat, szerintem a városnak több ilyen programot kellene szervezni. Azok a belvárosi vendéglátóhelyek, amelyek nem közvetlenül a fő utcán találhatóak, nem érzik, hogy a székesfehérvári királyi napok befolyásolta volna forgalmukat. Az egyik kávézó tulaját arról kérdeztük, hogyan lehet oda csábítani a vendégeket. Programokkal. Ez azt jelenti, hogy minél több programot kell nyárra is tulajdonképpen nekünk is előhozni a tarsolyunkból, azért, hogy itt maradjanak az emberek. Egyelőre tehát elsősorban a programokon múlik, milyen forgalmuk van a fehérvári vendéglátóhelyeknek. Éppen ezért az üzletvezetők elégedettek a királyi napokkal, sőt biztatják a város vezetését, hogyha lehet, még több ilyen programmal csábítsák az embereket a belvárosba.